Történetének 23. fejezetéhez, közben pedig néhányan körbejárnak és begyűjtik a kis úrvacsorás poharakat. Igen. So Acts 23 up till 23. And also we do want to just draw your attention and really we just want to pray before we get into the word this morning. Our choir is going to be in the Vats prison. És egyúttal, mielőtt még elkezdenénk a Biblia tanulmányozását, imádkozzunk meg, gondoljunk a mi saját kis kórusunkra, akik ma délelőtt a Váci börtönben énekelnek. And let's just pray for Mark that they let him out of the prison. Imádkozunk Markért, hogy egyáltalán kiengedjék majd a Váci börtönből. I'm just not sure. Szóval nem tudom, kétesélyes a dolog. Ki tudja. No. But it's a really, there's God's really doing something in that prison. We've got a ministry there. We've had one for quite a while now. There's a work going on there. And I was talking to a probation officer a couple weeks ago. He was telling me that's like the worst prison in Hungary. The hardest people. Szóval Isten tényleg valami nagyszerű munkát végez abban a börtönben. Most már egy ideje zajlik abban a börtönben a szolgálat. És nem is olyan régen beszéltem az egyik ebben résztvevő emberkével, tisztviselővel, aki azt mondta, hogy ez az egyik legkeményebb börtön, a Váci. But people are getting saved up there. De az emberek üdvözülnek ott. And it's really exciting. So és tényleg nagyon izgalmas a dolog. Good opportunity. Ez egy nagyszerű lehetőség. So let's pray for them, pray for ourselves as we get in the word. Úgyhogy imádkozzunk értük is, meg magunkért is, ahogy elkezdjük tanulmányozni Isten igéjét. Lord, today we pray for both of the concerts, one in the prison, one for the city. We pray that you would be glorified. Uram, imádkozunk mindkét koncertért, az egyik ugye a börtönben lesz, a másik pedig a városban, és kérünk, hogy te dicsőj meg ezek során. We pray, God, that you would touch those that are in that prison. Kérünk, Uram, hogy érintsd meg azok szívét, akik ott vannak a börtönben. Regardless, Lord, of what they've done, we pray that they would know that there's hope. Függetlenül attól, hogy mit tettek a múltban, hadd ismerjék fel azt, hogy van remény számukra is. That they would hear that you love them. És hadd halljanak arról, hogy te szereted őket. Use this opportunity, Lord. Használd ezt a lehetőséget, Uram. Pray for ourselves, God, as we're here. Would you use your word to shape us? Önmagunkért is imádkozom, ahogy itt összegyűltünk ma délelőtt. Kérlek, hogy használd a te igédet arra, hogy formáljon bennünket. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. 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 So yeah, be praying for him. They're supposed to have an outside concert at 1:00. Úgy van, hogy délután egytől lesz elvileg szabadtéri koncert is Vácott, úgyhogy... I don't know what's going to happen. Szóval nem tudom, mi lesz. Okay. They'll be singing in the rain. Yeah. Okay. Ének az esőben az lesz, valószínűleg. Okay. Last week we looked at Paul. We kind of focused in on Paul's testimony. Múlt héten Pál bizonyságtételét vettük górcső alá. How that when he gave a defense for the gospel, he chose to use his own story. Arról beszéltünk, hogy amikor védőbeszédet tarthatott az evangéliumot illetően, akkor ő úgy döntött, hogy a saját történetét osztja meg a jelenlévőkkel. Talked about how powerful your testimony is. És múlt héten arról is volt szó, hogy az embernek micsoda erő rejlik a bizonyságtételében. Remember what we've been talking about. Paul wants to reach the Jews. Ne feledjük, hogy eddig miről volt szó. Mindenekelőtt arról, hogy Pál a zsidókat szeretné elérni. It's not going so well so far. Eddig nem olyan jók az eredmények. Paul tells his story and then he says, and God called me to reach the Gentiles, and he says the word and everybody goes crazy. Pál ugyanis elkezdi mesélni a saját bizonyságtételét, és aztán elhagyja a száját az a mondat, hogy Isten viszont engem arra hívott, hogy a nem zsidók felé szolgáljak, és innentől kezdve megőrül az egész tömeg. You know, and the guard has to rescue him. Így aztán az őröknek kell őt kimenekíteniük a tömegből. And then they say, let's beat this guy to find out why they wanted to kill him. És aztán meg azt mondják, hogy oké, akkor most verjük meg mi ezt a fickót, hogy megtudjuk tőle, hogy miért is akarta őt a tömeg megölni. That's bizarre logic. Why not just ask him? Ez egy bizarr gondolatmenet. Mi lenne, ha inkább csak megkérdeznék, hogy miért is akarta őt a tömeg megölni? Paul says, hey, I'm a Roman citizen. Aztán Pál azt mondja, hogy álljunk csak meg egy percre, én római állampolgár vagyok. And so the Roman commander pulls back, he doesn't beat him. Úgyhogy ennek láttán visszahőköl a római parancsnok, és nem verik őt meg. He keeps Paul in custody. Viszont őrizetben tartja Pált. And now Paul is going to stand before the Sanhedrin and give his defense. És most meg a történetben ott tartunk, hogy Pál odaáll a nagy tanács elé és védőbeszédet mond. Just a quick reminder, the Sanhedrin are the Jewish leaders.
egy gyors emlékeztető azzal kapcsolatban, hogy a nagy tanácsot a zsidó vezetők alkották. 70 old men with great beards talking about the law. 70 idős embert képzeljetek. That's the Sanhedrin. Nagy szakállal, akik ott beszélgettek a törvény dolgairól. Ez volt a nagy tanács. And you know, just these, it's supposed to be these wonderful godly men who you know, cared about the people of God. Unfortunately, that's not what they had at that time. És hát elvileg elbűvölő, istenfélő embereknek kellett volna lenniük, akik a szívükön viselik Isten népének a sorsát. Na már most abban az időszakban nem ez az eshetőség állt fenn. Sanhedrin was split. A nagy tanács eleve megoszlott. And we'll see that in this chapter. És ezt látni fogjuk ebben a fejezetben. So, Paul's before the Sanhedrin. Szóval Pál ott áll a nagy tanács előtt. Verse 1. Első vers. Paul, looking earnestly at the council, said, "Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day." And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Atyám fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Ananias főpap akkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. I don't think Paul's really happy right now. Hát szerintem Pál nagyon nem boldog ebben a pillanatban. He has said one sentence. Egy mondatig jutott eddig a beszédében. And they're already beating him. És már most megütötték. At least the other time he got to say a little bit more. Legalább az előző alkalommal egy kicsit többet is el tudott mondani. All Paul says is, "Hey, I've tried to live with good conscience before God." Boom. Pál itt összesen annyit mond, hogy én próbáltam jó lelkiismerettel élni az életemet Isten előtt, és már is kap egyet. I think Paul's thinking, this is not going to be a good day. Valószínűleg Pálnak azért a fejében, hogy hát ez nem egy jó nap. This is not working out the way I anticipated. Valahogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy én azt elképzeltem. I want to reach the Jews, and I can't even say one sentence without them smacking me. Én szeretném elérni a zsidókat, és úgy nem tudok elmondani egy mondatot, hogy ne vágjanak jól pofon. And Paul was really shy. He didn't know what to say. És hát Pál olyan kis visszahúzódó volt, nem tudta, hogy erre hogy reagáljon. And verse 3 says, "God will strike you, you whitewashed wall." Hármas vers Pál erre így szólt hozzá, megver téged az Isten, te meszelt fal. He really didn't know what to say. Tényleg nem talált szavakat erre a helyzetre. "For you sit to judge me according to the law, and do you command me to be struck, which is contrary to the law?" Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Paul's right. Pálnak igaza van. What he says is correct. Az, amit mond, az helytálló. He's right that they were not, Deuteronomy says to not strike a man until there has been an accusation. I mean, a just cause. Igaza volt Pálnak, ugyanis az öt Mózesben az áll, hogyha nem emelnek vádat egy ember ellen, sőt, hogyha nincs megalapozott vád és megalapozott indok, akkor ne üssék meg azt az embert. So far all he said was, "I've tried to live a good life before God," and they're already smacking him, so nem jó. Eddig csak annyit mondott, hogy én jó lelkiismerettel próbáltam élni Isten előtt, és már kapott egyet. Szóval ez így nem jó. And so Paul just, you know, "God will strike you, you whitewashed wall." Don't you wish those kinds of words came into your mind at the appropriate moment? Don't you always, later you say, "Man, if I had only said this or that." Úgyhogy Pál így reagál, hogy megvert téged az Isten, te meszelt fal. És hát ennek halatán nem arra gondolunk, hogy bárcsak nekünk is eszünkbe jutna ilyen a megfelelő pillanatban. Hogy ne csak amikor majd később visszatekintünk, gondolnánk azt, hogy bárcsak azt mondhattam volna. That's some of you. Some of you say, "Man, I wish I would have said that." Tehát vannak ilyenek közöttünk, akik erre azt gondolják, hogy bárcsak én is tudnék ilyet mondani a megfelelő pillanatban. Three days later, you have a great line. És nem az van, hogy három nappal később eszedbe jut egy nagyszerű mondat, amit mondhattál volna. You try to use it, and the person's like, "I don't know what you're talking about anymore." És ugyanarra az emberre próbálod alkalmazni három nappal később, meg már rég nem értő, hogy miről beszélsz. Others have the opposite problem. You wish you didn't say what you just said. Másoknak épp ellenkező a problémájuk. Ők arra gondolnak, hogy bárcsak nem mondtam volna ki azt, amit épp most kimondtam. I would fall into that category. Én is ebbe a kategóriába tartozom. And clearly the apostle Paul falls into that category. Egészen egyértelmű, hogy Pál apostol is ebbe a kategóriába tartozott. His assessment of the situation was deadly accurate. Igazából meglepően pontosan látta ő a helyzetet. But being right and doing the right thing can sometimes be two different things. De az, hogy igazunk van, meg az, hogy helyesen cselekszünk, ez néha két különböző dolog. Yeah, no, I read these, maybe you read this from Paul and you think, "Oh, this is good to know that if the apostle Paul said things like that,
Certainly I can say things like that. Mondjuk ezt olvasván lehet, hogy az fogalmazódik meg bennünk, hogy azért ezt jó tudni, hogyha Pál apostol is megengedett magának egy ilyen mondatot, akkor azért én is mondhatok ilyet. Somebody talks back to you, just say God will strike you, you whitewashed wall. Valaki valami csúnyát mond neked, akkor te is mondod neki, hogy megvert téged az Isten, te meszelt fal. But actually what we learn is that Paul is not a great example in this situation. Itt viszont inkább azt tanuljuk meg, hogy ebben a helyzetben Pál nem egy jó példa. And so when Paul's not a good example, we have to go back to Jesus. Úgyhogy amikor Pál nem ad nekünk jó példát, akkor vissza kell térnünk Jézushoz. It's always a good idea. Ez mindig egy jó ötlet. Let me read to you from John chapter 18. Hadd olvassak fel valamit a János 18-ból. Jesus is in the same kind of situation. Jézus egy igen hasonló helyzetben találja magát. Verse 19, the high priest questioned Jesus about his disciples and his teaching. 19. A főpa pedig tanítványa és tanítása felől kérdezte Jézust. Jesus replied, I have spoken openly to the world. I taught in synagogues or at the temple where all the Jews come together. I said nothing in secret. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek. Titokban nem beszéltem semmit. Why question me? Ask those who heard me. Surely they know what I said. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme, ők tudják, mit mondtam. When Jesus said this, one of the officials nearby struck him in the face. Is this the way you answer the high priest, he demanded? Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt, így felelsz a főpapnak. And Jesus called down 12 legions of angels to kill all of them. És Jézus ekkor 12 légiónyi angyalt hívott, hogy egy az egyben söpörjék el őket a föld színéről. No, that's not what's there. Na jó, is nem, it? No. Nem ezt olvassuk. Verse 23, Jesus said, if I've said something wrong, testify what is wrong. But if I spoke the truth, then why would you strike me? 23, mire Jézus így válaszolt neki, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Jesus did what he called you and I to do. He turned the other cheek. Jézus azt tette, amit tőlünk is kér, hogy a másik arcunkat, orcánkat is fordítsuk oda. He didn't strike back at those striking him. Tehát noha... Noha itt elég komolyan verbálisan ütlegelték őt, ő nem vágott vissza. And you say, well, you know, he's Jesus, it's easier for him. Persze mi erre azt mondjuk, hogy igen, hát ő volt Jézus, úgyhogy neki ez könnyebben ment. I disagree with you. Én meg ezzel nem értek egyet. I mean, I completely disagree with that. I'll tell you why. Egyáltalán nem értek ezzel egyet, el is mondom, hogy miért. Having the power to annihilate your enemies. Ugyanis gondoljunk bele, hogy megvolt a hatalma arra, hogy eltüntesse a föld színéről az ellenségeit. And not using it? És nem élt ezzel a hatalommal? Is much harder than it is for you and I. Na most ezt sokkal nehezebb megtenni, mint mondjuk a mi esetünkben bármi más. There's nothing we can do. Mert mi eleve tehetetlenek vagyunk. The best we can do to get back at them is a line like Paul's. Oh, God will strike you, you whitewash wall. Mi csak kb. Ennyivel tudunk visszavágni, mint Pál is, hogy megvert téged az Isten, te meszelt fal. But to have the authority, I mean, what if God said, hey, I'm going to let you, I'll give you all power. De ha meg lenne a hatalmunk, képzeljétek csak el, hogyha Isten azt mondaná, hogy egy napra mindenhatóvá teszlek. You know what you would do. You know what you would be like. Tudod, hogy milyen lennél akkor. You'd be selfish. Önző lennél. I'd be selfish. Én mindenképpen önző lennék. Why take the bus when I could just be at the next place? Miért szálljak fel a buszra, hogyha csak úgy oda gondolom magam egyik helyről a másikra? One person talks back, just silent their mouth, you know? És ha valaki elkezd szitkozódni velem szemben, akkor egyszer csak elhallgattatom, elnémítom. We don't have to hear that anymore. Nem kell többé ezt hallgatnunk. They keep going at you, just poof, you know? Tehát mondja. Turn him into a frog, that's what the story is saying. Mondja, és egyszer csak elegem van. Bepipulok, és békává változtatom, no. Mint a mesében. Hey, it's so easy. But to have that kind of power and then hold back, I couldn't do that. Szóval ez könnyű lenne. De hogyha ilyenfajta hatalommal rendelkeznénk ténylegesen, és ezt vissza kéne tartanunk, hát fú, szerintem nekem ez nem menne. Jesus did. Jézusnak megment. He held back. Ő visszafogta magát. And he's our example. És ő a mi példánk. You say, oh, that's so hard to do. I'll take you one further. It's impossible. Arra azt mondod, hogy igen, de ez annyira nehéz. Hát, ha tovább viszem a gondolatot, igazából lehetetlen. Unless God is in us, that's impossible. Ha csak nem működik bennünk Isten, akkor tényleg lehetetlen. Unless we're there saying, God, help me right now. Because if you don't, I'm going to say or do something I will regret. Ha nem kiáltunk Istenhez, hogy Istenem, kérlek segíts, mert hogyha most nem segítesz, akkor valami olyat teszek, valami olyat mondok, hogy aztán nagyon megbánom. Now, Paul would write, follow me as I follow Christ. Pál az egyik levelében írta arról, hogy kövessetek engem úgy, ahogy én Krisztust követem. All right, God will strike you, I'm going to follow Paul. Jó, hát Pál mondta, hogy majd Isten lesújt rájuk, akkor ezt követem ebben Pált. But what Paul says is, he says, follow me as I follow Christ. That is,
We follow Jesus. De Pál úgy fogalmaz, hogy kövessetek engem, ahogy én Krisztust követem, vagyis alapvetően mi Krisztust követjük. We don't want to follow each other in our own sin. És ne akarjuk egymást a másik bűnébe követni. But only in that we are following Christ. Hanem olyan szempontból kövessük egymást, ahogy az a másik is Krisztust követi. So Paul yells out. Szóval Pál itt elordítja magát. Verse 4, those who stood by back in 20, chapter 23, those who stood by said, do you revile God's high priest? Visszakanyarodva az apcsel 23-hoz, azt mondja Pál, pontosabban, erre az ott állók ezt mondták, Isten főpapját gyalázod? You know, Paul said, I did not know, brethren, that he was the high priest, for it is written, you should not speak evil of a ruler of your people. Pál így válaszolt, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. That's interesting that in that Paul respected the office of the high priest, but not the high priest himself. Itt egy érdekes dologgal találjuk szembe magunkat, nevezetesen azzal, hogy a főpapi pozíciót, mint olyat Pál tiszteletben tartotta, de a főpapot emberként már nem. The high priest right now, his name is Ananias. Itt a főpap Anániás volt. He's a very pro-Roman kind of a guy. Ő tipikusan az az ember volt, aki igyekezett a rómaiak kedvében járni. And he's going to be killed by Jewish zealots in about 20 years from this time. És innentől számítva körülbelül 20 év múlva fogják aztán őt meggyilkolni hitbuzgó zsidók. He was a wicked guy. Egy gonosz ember volt. Okay. And clearly Paul had no respect for the man Ananias, but he did respect the office that God ordained. És hát egyértelmű, hogy Pál nem tisztelte Anániást mint embert, viszont azt a pozíciót, amelybe Isten őt helyezte, azt igen. And so he apologized, the scriptures say to not go against your ruler, and so he was wrong. Úgyhogy bocsánatot is kér, mert azt mondja, hogy igen, az írásokban ez is benne van, hogy az ember ne átkozza a vezető pozícióban lévőket, és belátja Pál, hogy ez helytelen volt. He said he didn't know that he was the high priest. És hozzátette, hogy ő nem volt tisztában azzal, hogy itt most a főpap ellen beszélt. But remember, Paul couldn't see anything. Ugye, ne feledjük, hogy Pál nem sok mindent látott már. He was going blind. Akkorra, tehát nagyon gyenge volt már a látása. Do you remember? I mean, he didn't write his letters. It was always written by somebody else. Ugye, ne feledjük, hogy nem ő maga vetette papírra a saját leveleit, hanem mindig valaki más. There's two good reasons for that. És ennek két jó oka van. He was chained to a Roman guard most of the time. Az egyik az, hogy it's hard to write with the guy, you know, pulling his arm with you. Hogy az esetek többségében egy római őrhöz volt hozzá láncolva, tehát úgy egy kicsit nehezebb azért az írás, hogy ráncigálja közben magával a római őrnek a karját. But when Paul did write, viszont amikor Pál papírra vetett at the very end of a letter, az élet egy adott levélnek a végén, he would say, see with what big letters I, Paul, write to you. Akkor például hozzáteszi azt, hogy látjátok, right? Hogy milyen nagy betűkkel írok én nektek, Pál. I think the guy who was the scribe helping him was like, Paul, it's right here, right on this line, right here. És szerintem az írástudó, aki segített, hogy papírra vesse Pál gondolatait, ő akkor is úgy ott volt mellett, hogy figyelj, Pál, akkor itt van, és akkor ebbe a sorba kéne szépen valahogy a betűidet Paul rendezni. Paul was doing what we all start doing, you know, we go. Kb. Pál is így tett, amikor megkezd romlani a látásunk, yeah. Hogy hát nem elég hosszú a karunk, hogy meglássuk, hogy he's mi van a papíron. Scribbling it, Paul. Oh, I can see that. Everybody else was like, dang, that's huge. És óriási álkombálkomokkal így írja, hogy én Pál írom ezt nektek. És mindenki nézi, hogy ó, mama, hát az egész papírt elfoglalta. So maybe he couldn't see the high priest. Szóval ő nem látta jól a főpapot. Or maybe the high priest was wearing nothing different than the other guys. You know, 70 older men with long beards, hard to tell which one's which, you know. Aztán az is lehet, hogy they're all like this. Aztán az is lehet, hogy a főpap igazából nem volt megkülönböztető viseletben. Képzeljük el, hogy ott van ez a 70 idős ember, a hosszú szakállát sodorgatja. Szóval nehéz azért megmondani, hogy ki kicsoda. Or maybe Paul's being a wee bit sarcastic here. Aztán az is lehet, hogy egy aprócska kis szarkazmust is megengedít magának Pál. Oh, I didn't know he was the high priest. The high priest would never act that way. That's why I didn't know it was him. Tudjátok, az is benne lehetett a pakliban, hogy ja, nem tudtam, hogy ő a főpap, mert hogy egy főpap sose viselkedne így. Tehát ezért nem tudtam. And knowing the way Paul was, I think probably all of those are true. És hát ha végig gondolom, hogy milyen ember volt Pál, szerintem mind három eshetőség igaz volt rá. Things aren't going well. Szóval itt még nem áll jól a szénája. He wants to share Christ. Ő szeretné megosztani Krisztust. Nobody's listening. De senki nem hallgatja meg.
In one sentence, now he has to apologize to the high priest. És a következő mondata az, hogy a főnöknek, a főpapnak kell azt mondani, hogy sajnálom. Everybody's against him. Mindenki ellene van. And so what does he do? Szóval mit tesz? Hatos vers, verse 6. Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees. And he cried out in the council, "Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Concerning the hope and resurrection of the dead, I am being judged." Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szaduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Paul so smart. Pál azért okos. He's looking at the situation, everybody's against me. Ugye próbálja értelmezni a helyzetet, felismeri, hogy mindenki ellene van. How do I turn this? Akkor most hogy tudná ezt valahogy megfordítani ezt a helyzetet? Good, better, best. How do I work this out? Ugye jó, rossz, legjobb. Most akkor mit kezdjek ezzel a helyzettel? Best is they would all listen to the gospel, get born again, life would be great. Az lenne a legjobb esetőség, hogyha mindenki hallgatná, meghallaná az evangélium üzenetét, mindenki újjászületne, és hát tökéletes. Paul's like, okay, best is not going to happen right now. Pál ezt így végig gondolja, ez lenne a legjobb esetőség, most ez nem fog megtörténni. A jelen pillanatban. Better would be that half of them would listen to him. Aztán az is egy jobb eshetőség lenne, ha mondjuk az emberek 50%-a már meghallaná tőle az üzenetet. I just offended the high priest, you know. Mondta, igazából most értettem meg, de jelentősen a főpapot. That may not work out. Úgyhogy lehet, hogy ez sem fog működni. Better's off the list. Szóval akkor ez a jobb eshetőség sem áll ma fenn. Good was to survive the meeting. A jó eshetőség az volt, hogy egyáltalán túlélem ezt az audienciát a nagy tanács előtt. And that one was shaky as well. És hát itt is előserezgett a léc. So what he does, he says, okay, let's go for good, and he says, let's turn them against themselves. Szóval azt mondja, hogy jó, akkor az eshetőség maradt, hogy akkor megpróbálom kijátszani őket egymás ellen. And he says, I am here because I'm a Pharisee. És azt mondja, hogy én azért vagyok itt, mert jó magam is farizeus vagyok. I'm here because of the resurrection of the dead. A holtak feltámadása miatt vagyok itt. Now let's be clear on this. Paul has never been arrested because of the resurrection. Most itt tegyünk valamit egyértelművé. Egyetlen egyszer sem tartóztatták le Pált a feltámadás miatt. They didn't come and say, you believe in the resurrection, I'm going to beat you, you horrible, you know. Tehát nem az volt, hogy lerohanták, hogy te hiszel a feltámadásban, hogyha szétverünk. It was the Gentile issue that really bothered the people. Igazából ez az a nem zsidók felé irányuló szolgálat volt az, ami nagyon kiakasztotta az embereket. Does that mean Paul's lying? Ez Paul lying to them? Egyébként azt jelenti, hogy akkor Pál itt hazudik nekik? To save himself? No. Hogy mentse a saját bőrét, nem. Paul understood, and this is so important. Paul understood that the essence of the gospel has always and will always be the resurrection. Nem, itt arról van szó, hogy Pál megértette, hogy az evangélium üzenetének lényege mindig is, és az volt, és mindig is a feltámadás lesz. This is the climax, this is the whole hope of our gospel. Tehát ez igazából az evangélium üzenetének a reménysége, ezen áll vagy bukik. Paul said in 1 Corinthians chapter 15, verse 19, if there is no resurrection, then we are the most pitiable. Az 1 Korintus 15:19-ben úgy fogalmaz Pál, hogy ha nincs feltámadás, akkor mi vagyunk a legszánalmasabb emberek. What a joke if there's no resurrection, is in essence what Paul says. Egy nagy vicc, mondja alapvetően Pál. For Paul, Christianity was about the resurrected Jesus. Pál számára a kereszténység a feltámadt Jézusról szólt. And he understood that within the Sanhedrin there were two groups of thinkers. És Pál azzal is tisztában volt, hogy a nagy tanácson belül két csoportra oszlottak az emberek a meggyőződéseiket illetően. There were the Sadducees that were who did not believe in the word of God. They were very political. Egyrészt ott voltak a szadduceusok, ők nem didn't believe in the word of God. Nem hittek Isten igéjében, és ők egyfajta politikai irányvonalat képviseltek. They didn't believe in miracles. Nem hittek a csodákban. They didn't believe in angels. Nem hittek az angyalokban. They only very strictly accepted the first five books of Moses. Nothing else. Esetleg ha nagyon muszáj, akkor Mózes első öt könyvét elfogadták, de minden mást elutasítottak. Then there were the Pharisees, and they were the opposite. They accepted the Old Testament as God's word, and they truly did love God. És aztán ott voltak a farizeusok, ők az ellenpólusát képviselték ennek, és ők tényleg elfogadták Isten írásait, tehát az Ószövetséget annak teljes igazságával, és ők tényleg szerették Istent. They believed in the resurrection. És ők hittek a feltámadásban. Just not in Jesus's resurrection. Csak nem épp Jézus feltámadásában. And so this is what Paul uses to kind of turn them against themselves. Úgyhogy
Pálit ezt használja fel arra, hogy egymás ellen fordítsa ezt a két tábort. What separates our faith from any other religion is the resurrection of our Savior. Ami a mi hitünket megkülönbözteti minden más vallástól, az a mi megváltunk feltámadása. And we're going to look next week specifically at the resurrection. Should you really believe that Jesus rose from the dead? És jövő héten egészen konkrétan ezzel fogunk majd foglalkozni, Jézus Krisztus feltámadásával, hogy tényleg hihetünk-e abban, hogy Jézus feltámadt a halálból. Do we really, or is it just a really great story that makes us feel good and it produces good things in us? Szóval tényleg hihetünk mi ebben? Vagy ez csak egy nagyon kedves történet, amitől jobban érezhetjük magunkat? By the way, the answer is yes, we really can believe the resurrection. Egyébként elárulnám, hogy tényleg hihetünk Jézus Krisztus feltámadásában. But I'll tell you, the word I hate associated with Christianity is good. De az egyik dolog, amit nagyon nem szeretek, amikor így a kereszténységre alkalmazzák, az az, hogy jó. Good people, good Christians, good, good, good. Annyira nem bírom. I hate it. Amikor ezzel dobáloznak, hogy igen, jó emberek, meg jó kereszténység, meg jó ez, meg az. Listen, either Jesus is a horrible liar. Nem tudjátok, az van, hogy vagy Jézus szemenszedett hazugságokat mondott egész életében. Or he really did rise again. Vagy tényleg feltámadt a halálból. There's nothing in between. Tehát nincs köztes út. Either this is all a big old joke. Tehát vagy ez az egész egy nagy vicc. Or it's the greatest truth in history. Vagy a legnagyobb igazság az emberiség történetében. It's not just, oh, it's good. Tehát ez nem opció, hogy jaj, hát ez olyan jó. It makes me feel good, therefore it makes me be good. I'm good to my kids, I'm good to my... It's good. Én ettől jobban érzem magam, és ettől én magam is jobb emberré válok, és így jól viselkedhetek a családommal, a gyermekeimmel, és ez az egész olyan jó. And you know, many view religion that way. Well, it's good, it helps kind of control angry people. És így sokan így tekintenek a vallásra, hogy az olyan jó dolog, mert ezzel kordában lehet tartani a sok dühös embert. Or it makes people who are really like down and out in life, it makes them feel good. Vagy azok az emberek, akik olyan kis nyomorultak, és olyan kis elhagyatottak az életük során, ettől végre jobban érezhetik magukat. If you're lonely, God is good. Ha magányos vagy, Isten jó. But if your life is fine, then who seriously needs that kind of an opiate? Ha meg jól megy az életed, akkor miért kell magadat ilyenekkel bódítanod, most komolyan? That's just the most absurd kind of thinking. Ez egy nagyon abszurd gondolkodás. We're not good. Mi nem vagyunk jók. We were dead in our trespasses and sins. Mi a bűneinkben halottak voltunk. I mean, here we are, people trying to follow Christ, and we have a hard time doing good. Ugye, itt vagyunk mi, próbáljuk követni Istent, és még nekünk is nehezünkre esik jót tenni. We're wicked. We're carnal. Mi is bűnösök vagyunk, és testiesek. We're selfish. És önzők. That's why we need Jesus. Ezért van szükségünk Jézusra. We can't, listen, all religions have this in common. Ethics. A form of ethics. Van például egy többek között egy dolog, amiben minden vallás osztozik, ezek az etikai értékek. Some idea of, you know, this is right, this is wrong. Valamilyen formája. Tehát valamiféle elképzelés arról, hogy jó, akkor most ez helyes, ez meg helytelen. Most of those ethics coincide among all religions. És ezen értékeknek egy jelentős része átfedésben van a legtöbb vallás tekintetében. But that's not true of ours. De ez a miénkre nem igaz. We don't believe that. Mi nem ezt hiszünk. We don't believe in morality for the sake of morality. Mi az erkölcsi értékekben nem azért hiszünk, mert milyen jók az erkölcsi értékek. I don't believe you could be good. Én nem gondolom, hogy te lehetsz jó. I believe that Christ in you can transform your life. Én abban hiszek inkább, hogy Krisztus, aki benned él, meg tudja változtatni az életedet. And take bad people and make us into the image of Jesus. És ő képes arra, hogy fogjon rossz embereket, és Jézus képmására formálja azokat. He's not good, he's great. És ő nem csak jó, ő nagyszerű. It's not just, we are not here so that we can go out and learn how to control our emotions. That's not the end all. That's a good thing. Nem azért vagyunk itt. Noha ez jó dolog, csak nem ez a végcél, hogy akkor most megtanuljunk jó emberekké válni, és uralkodni az érzéseinken. We're here because we were dead. Azért vagyunk itt, mert annak idején holtak voltunk. And Jesus brought us back to life. És Jézus visszahozott bennünket az életbe. And he produces goodness in us. That is true, but it starts with Jesus. És való igaz, hogy a jóságot kimunkálja bennünk, csak az egész Jézusnál kezdődik. Most religions teach that their messiah or their leader was at one point persecuted and or even martyred. A legtöbb vallás azt tanítja, hogy a saját profétáikat egy adott szakaszban mondjuk üldözték, akár még ki is végezték. You know, consider Islam, big fastest growing religion these days. Muhammad was
originally persecuted for his beliefs. Például, ha csak az iszlámra gondolunk, amely napjainkban a leggyorsabban teret hódító vallás a világon, Mohamed esetében is volt egy ilyen időszak, amikor őt üldözték. So that's kind of a commonality that many faiths have. Tehát ez egy közös pontja számos különböző vallásnak. But we alone believe our Messiah rose again. De egyedül mi vagyunk azok, akik hiszünk abban, hogy a mi megváltunk fel is támadt. Buddhists don't believe that about Buddha. A buddhisták nem ezt gondolják Buddhával kapcsolatban. In fact, they go and worship what remains of him as a tooth. Sőt, ők igazából bennek, és azt imádják, ami belőle megmaradt egy ilyen fog formájában. But they certainly don't believe that he rose again. De ők semmiképpen sem hisznek abban, hogy ő feltámadt. Even in reincarnation, one essence passes away into something else. Ugye még a reinkarnációnál is valami azért elmúlik, és aztán valami más jelenik meg helyette. We believe the person of Jesus died and then rose again. Mi meg hisszük, hogy Jézus Krisztus az ő személye meghalt és fel is támadt. And that he's living in our hearts. És hogy ő a szívünkben él. And he's transforming us into his image from glory to glory. És hogy a saját képmására formál bennünket, dicsőségről dicsőségre. That's Christianity. That's why Paul believed he was there. Ez a kereszténység, és Pál is ezzel a meggyőződéssel állt az emberek előtt. Paul says in verse 7, or excuse me, Luke says in verse 7, when Paul said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. It worked. Lukács arról számol be a 7-es versben, hogy mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. Látjátok, működött. For Sadducees say there is no resurrection, no angels or spirits, but the Pharisees confess both. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. There arose a loud outcry, and the scribes of the Pharisees party arose and protested, saying, we find no evil in this man, but if a spirit or an angel has spoken to him, let us not fight against God. Erre nagy kiáltozást támadt a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva, hevesen vitatkoztak, és így szóltak. Semmi rosszat nem találunk ebben az emberben. Hát, ha lélek szólt hozzá, vagy angyal. That's what Gamaliel said back in Acts 5. Gamaliel is ezt mondta még az Apcsel 5-ben. Interesting that they say it again. And by the way, remember, Gamaliel was Paul's teacher. Érdekes, hogy ez ismét elhangzik itt, és közben ne feledjük, hogy Gamaliel pedig Pálnak a mentora volt. It's like a little soap opera going on in Jerusalem here. Egy kis szappanopera bontakozik ki a szemünk láttára Jeruzsálemben. Verse 10, now when there arose a great dissension, the commander, fearing lest Paul might be pulled to pieces by them, commanded the soldiers to go down, take him by force from among them, and bring him into the barracks. 10, mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. That is so incredible. Ez hihetetlen. If we read it, we go, oh yeah, well that's really neat. Wow, that's good for the soldiers. Good job, soldiers. Ugye elolvassuk és azt mondjuk, hogy jaj, nagyszerű. Tehát piros pont a katonáknak, milyen ügyesen kimentették. What a great scene. I mean, just you try to imagine like 70 older, religious, calm, spiritual men with great beards about to kill Paul. De képzeljétek csak el ezt a szituációt. So it's just a picture. De most komolyan, tehát ez a bizarr kép tárul elénk, hogy ott van ez a 70 idős bácsi a nagy szakállukkal, akik ilyen Isten, elvég ilyen Isten emberei, és ilyen nyugodtak, és akkor egyszer csak teljesen felbőszülve rá rontanak pár, hogy megöljék. I mean, it was like, I mean, all dignity went out of that room. Tehát a méltóságuk abban a pillanatban elszállt. Roman soldiers are once again having to rescue Paul. És megint az van, hogy a római katonáknak kell megmenteniük Pált. And Paul's bummed out. Pál meg ki van akadva. All I said two sentences and they almost killed me. Két mondatot sikerült mondanom, és most meg majdnem megöltek. One sentence, smack. Two sentence, beat. Egy mondat után pofon, a második mondat után meg már elmugranak, hogy megverjenek. Three sentences, stoning, he's convinced. Valószínűleg azt gondolja, hogy még egy mondatot mondtam volna, akkor megköveznek. And you just think, you feel for poor Paul, thinking, this is, I mean, I gave up this fruitful ministry to the Gentiles, believing it was God, and it's not going so swell. És valahogy az ember úgy együtt érez Pállal, hogy lehet, hogy ő is azt gondolja, hogy most feladtam ezt a gyümölcsöző szolgálatot a nem zsidók irányába, és most próbálok a zsidók felé is szolgálni, és valahogy nem jól alakulnak a dolgok. Verse 11. 11-es vers. The following night, the Lord stood by him and said, be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome. A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta. Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. What an encouragement. Ez ám a bátorítás. To be all alone, feeling like I'm wasting my life.
Amikor az ember teljesen egyedül van és azt érzi, hogy elpazarolja az életét. I thought I heard from God, but I guess I didn't. És mondjuk azt gondolja, hogy én azt hittem, hogy ezt Istentől hallottam, de hát a legjobb úgy tűnik, hogy mégsem. And then Jesus, you know, kind of just shows up in the cell there. És aztán Jézus egyszer csak megjelenik a cellában. Paul, be of good cheer. Pál, bízzál. What an encouragement. Ez a bátorítás. You know, it's not the same when just somebody says that to you, right? Ugye ez nem ugyanaz, amikor valaki mástól hallod. When you go to someone, oh man, I'm just so bummed. Be a good cheer. Amikor odamész valakihez és azt mondod, hogy jaj, annyira rosszul vagyok, és ő megveregeti a válladat és azt mondja, hogy bízzál, vagy hogy az angol fogalmaz, ne szomorkodj. But when Jesus comes. De amikor Jézus jön el hozzád. That's totally different. Az más. Simple words. Egyszerű szavak. Powerful. De nagy erő van bennük. Be of good cheer, Paul. Hogy bízzál, Pál, ne szomorkodj. Why? Miért? As you have testified of me in Jerusalem. Mert ahogyan bizonyságot tettél. Now stop right there. Az én ügyem mellett Jeruzsálemben. Paul must have been so encouraged to hear Jesus say that. Valószínűleg Pálnak ez nagy bátorítás volt, hogy Jézustól ezt hallja. Jesus could have said, be of good cheer, Paul. You messed things up in Jerusalem, but it ain't over yet. Mert úgy is fogalmazhatott volna Jézus Pálnak, hogy figyelj, Pál, ne szomorkodj, mert olyan eléggé összekutyultad a dolgokat itt Jeruzsálemben, de még nincs vége. How many prophets did I have to send to you to tell you not to go to Jerusalem? Hány profétát kellett elküldenem az utat során hozzád, hogy figyelmeztess, hogy ne menjél Jeruzsálembe? But whatever, it's not over yet. De mindegy, mert még úgy sincs vége. No, what does Jesus say? As you testified of me in Jerusalem. Nem, ehelyett azt mondja Jézus, hogy ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben. I mean, imagine he's standing right next to Paul and he says, Paul, you did a good job. Képzeljétek el, hogy ott áll Pál mellett, és azt mondja, hogy szép munka volt, Pál. You did what I wanted you to, as you testified of me. It's good. Szép munka volt, megtetted, amire kértelek, bizonyságot tettél rólam. But Lord, I spoke two sentences, but they were two good sentences. De Uram, de két mondatot sikerült kinyögnöm, de nem baj, de az a két mondat az nagyon jó volt, Pál. Lord, they tried to kill me twice. De kétszer is az életemre törtek, Uram. They did kill me, Paul. De engem meg is öltek ám, Pál. It's okay. Úgyhogy have good cheer. Minden oké, okay. Ne szomorkodj. It's all right. Minden rendben. Oh, Paul must have been so encouraged. Ez szerintem óriási bátorítás volt Pál számára. And then the greatest of it all, Jesus says, you must bear witness of me at Rome. És aztán ami a legjobb, hogy Jézus hozzáteszi, hogy úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. What did that tell Paul? Ebből mit szűrt le Pál? Number one, you're not going to die in Jerusalem. Egyrészt ebből leszűrheti azt, hogy nem fog meghalni itt Jeruzsálemben. Who knows what's after Rome, but at least you're going to get to Rome, buddy. Ki tudja, hogy Róma után mi vár rá, de legalább Rómáig eljutsz. That was as far as Jesus was willing to go, you know, with Paul. Jézus ennyit árult el Pálnak, hogy Rómába azért eljut. Hey, you're going to Rome. Figyelj, eljutsz Rómába. Free ticket to Rome. You're going to get there. Ingyen jegyet váltottam neked Rómába, meg fogsz oda érkezni. And but I think most important and I think that, you know, if you love God, your spirit will bear witness to this. Jesus is telling Paul, I still have work for you to do. De szerintem ami még ennél is fontosabb, amit Pál ebből az üzenetből leszűrhetett, az az, amivel szerintem mi is tudunk azonosulni, hogyha vágyunk arra, hogy Isten szolgáljuk, hogy Isten ezzel lényegében azt mondja neki, hogy Pál, nekem még van számodra feladatom. I'm not done with you. Még nincs itt vége a történetnek. I blew it. I didn't do what I'm supposed to do here. Fú, elrontottam. Valahogy nem úgy sültek el a dolgok, ahogy kellett volna. And then the last thing I say is to yell at the high priest. Perfect. És aztán az utolsó mondatom az, hogy leordítom a főpap fejét. That's what I'm going to be remembered for. Tehát erre fognak emlékezni velem kapcsolatban Jeruzsálemben. It won't be Jesus, it'll be the dumb Paul. Tehát nem Jézus hírnöke leszek már, hanem az ostoba Pál. So disappointed, you know. Valószínűleg nagyon elcsüggett. But for Jesus to say, Paul, I'm not finished with you. De Jézus, amikor azt mondja, hogy Pál, még itt nincs vége a történetnek. I got work for you in Rome. Még van számodra feladatom Rómában. Very encouraging. Ez rendkívül bátorító lehetett. Verse 12. 12. Through 14, would you mind to read this? Amikor megvirradt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmi táplálékot sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Kind of ironic, don't you think? Ugye, ez azért ironikus. Paul is in danger of being attacked by a group of zealous Jews.
Pál most veszélyben van, mert a hitbuzgó zsidóknak egy csoportja rá feni a fogát. Wanting to do to him what he not that long ago was doing to other Christians. És ugyanazt akarják ellene elkövetni, amit nem is olyan sokkal korábban ő maga más keresztényekkel szemben is el akart követni. Paul could understand. Yeah, I understand why they'd want to kill me. Ugye Pál értette. Értette, hogy miért akarnak az életére törni. That's what I did. És hiszen annak idején ő is ezt tette. But it gets better. Verse 15. De aztán nézzük csak, hogy mi történik. 15. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Think about that. Now these conspirators have implicated the Jewish authority in Israel. Most ebbe gondoljunk bele, hogy itt vannak ezek a zsidó összeesküvők, és próbálják az izraeli zsidó hatóságokat bevonni ebbe az egész összeesküvésbe. Very similar to what they did with Jesus. Nagyon hasonlóképpen ahhoz, amit Jézussal is tettek. Verse 16, when Paul's sister's son heard of their ambush, he went and entered the barracks and told Paul. 16, meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia a cselszövést, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Paul's nephew goes for a visit. Pál unokaöccse, tehát elmegy látogatóba. Uncle Paul. Pál. I heard something. Pál bácsi. Pál bácsi. I heard. Valamit hallottam. I heard that they're gonna. That there's these guys. They're gonna kill you. They won't eat until they kill you. Hallottam, hogy itt vannak ezek a fickók, és hogy meg akarnak ölni, és megfogadták, hogy nem is esznek addig, amíg meg nem ölnek. I mean, there's no other way to describe this other than the sovereignty of God. Ugye máshogy nem is magyarázhatjuk ezt, csak Isten szuverenitásával. Well, I mean, God knows what He's doing. Ugye Isten tudja, hogy mit csinál. He's in control. Ő mindent a kezében tart. And in a very natural way, God works a supernatural thing. És itt egy igen természetes módon egy természet fölötti dolgot visz véghez Isten. Don't forget that God still does that. És ne feledjük, hogy ez mind a mai napig teszi Isten. What you might assume was just a natural fix to your problem, God was involved. Amiről azt gondolod, hogy olyan természetes úton oldódott meg a problémád, abban is benne volt ám Isten. Let's read verses 17 through 22. 17-től 22-ig. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni kíván valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta. A fogoly Pál hivatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kézen fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle, mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt. A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valami pontosabbat akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta, senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. So look at what the commander does. Szóval nézzük, hogy mit tesz a parancsnok. He called two centurions, saying, prepare 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at the third hour of the night. Ezután hívatott 200-ost, és megparancsolta nekik. Éjszaka 9 órától fogva állítsatok készenlétbe 200 katonát, valamint 70 lovast, meg 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. 470 men for little Paul. 470 ember a kis Pálért. It's great. Hát ez nagyon komoly. Paul's getting an escort. Nagyon, nagyon komoly kíséretet kap itt Pál. And he says, provide mounts to set Paul on. That's nice, they didn't make him walk. And bring him safely to Felix the governor. És azt mondja, adjatok melléjük hátas állatokat is, ami már csak külön pozitívum, mert akkor nem kellett Pálnak sem gyalogolnia, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. So at 9 p.m. at night they're gonna take him out of town. Szóval este 9-kor, tehát az volt a terv, hogy akkor viszik őt ki a városból. Now in one sense they're kind of trying to escape, you know, at night, you know, so nobody knows. But, you know, with 470 guards, that's not quiet. Bizonyos értelemben azt történik horses. Itt, hogy az éjleple alatt próbálnának kisúrani a városból, hogy ugye ne jusson ez az emberek tudomására. Másrészt viszont, hogyha belegondolunk, hogy 470 katona, meg még a lovak, meg minden, szóval ez tényleg sikerül majd így nagyon csendben kisúrani vajon a városból? That represents one third of the entire army in Jerusalem. Mert ez a Jeruzsálemen állomásozó hadtestnek az egy harmadát jelentette. See, what the commander believed, and he's right, is that those 40 would attack, but and the Romans would fend them off, but that others would get into the fight because
It was an opportunity. Azért volt szükség erre a megerősített védelemre, mert a parancsnok úgy gondolkodott, és később aztán helyesnek bizonyult ez a fajta stratégia, hogy igen, van mondjuk 40 ember, aki Pál életére tör, és igen, őket a rómaiak vissza tudják verni, csak aztán a csata hevében mások is csatlakoznak, mert hirtelen jelentkezik számukra ez a lehetőség. And you gotta feel a little bit bad for the 40 guys who made a vow not to eat anything until they killed Paul, because... They're going to be really hungry for a long time. És egy kicsit valahogy sajnálja is az ember ezt a 40 embert, aki összeszövetkezett, hogy addig nem is esznek, meg nem isznak, amíg meg nem ölik Pált, mert elég sokáig kell éhezniük. It's going to be several more years. Boy, I don't know how they did it. Még jó pár évig kell éhezniük, szóval nem tudom, hogy bírták ki. So here's what happens. They're going to send him to Felix. Szóval az a terv, hogy elküldik Félixhez. Felix is not a nice guy. Félix nem jó fej. He's a corrupt man. Ő egy korrupt valaki. His agenda is him. Igazából minden róla szólt. And Rome likes those kinds of people. Róma meg szerette az ilyen fajta embereket. As long as they promote Rome. Amíg azért Róma szekerét vitték előre. That's why men like Ananias could be in the high priesthood. Tehát ezért történhetett meg az, hogy Anániás, tehát egy ilyen fajta ember lehetett a főpap. That's why men like Herod were in charge. Meg ezért kerülhetett Herodes is olyan pozícióba. That's how men like Pontius Pilate got put in control. És ezért történhetett meg az, hogy például Pilátusnak hatalmat adtak a kezébe. And men like Felix. Meg olyan embereknek, mint Félix. Men who promote Rome and themselves. Akik egyrészt Rómának próbálták tolni előre a szekerét, másrészt pedig a saját dolgaiknak próbáltak érvényt szerezni. The commander writes a letter to give to Felix. I love this letter. A parancsnok ír egy levelet, hogy ezt majd átadják megérkezésükkor Félixnek. Nagyon tetszik ez a levél. Here's the letter. You ready? Készen álltok, felolvassuk. Verse 26. 26. Claudius Lysias to the most excellent governor Felix. Good way to start to your boss. Claudius Lysias a nagyra becsült helytartónak Félixnek üdvözletét küldi. Hát he's igen, just, az ember a főnökének valahogy there, igen, okay? Igen, tehát igen, így indít, ha az ember a főnökének. So first he kisses up to Felix, and now he's going to talk about what a great man he is. Szóval először nyalizik egyet Félixnek, és aztán most előadja, hogy ő mennyire nagyszerű ember. Listen to this, you can hear the theme music playing. Ezt ilyen filmzedébe ágyazva képzeljétek most el ezt a levelet. This man was seized by the Jews and was about to be killed by them. Dun, dun, dun. Coming with the troops, I rescued him having learned that he was a Roman. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam harsona, mivel tudomásomra jutott, hogy római polgár. I mean, what a, you know, this is like, you know, he's ready for Hollywood, you know, here he goes. Hát már Hollywoodra gyakorol. I saw him. I sent in my man. I rescued him. Én megpillantottam, oda küldtem az embereimet, és kimentettem. The truth was, I was about to beat him, and then he told me he was a Roman. Aztán az igazság meg úgy hangzik, hogy igazából meg akartam verni, csak aztán szólt, hogy ő római állampolgár. Ja, bocsi. Whatever. He's not a Christian. He's got a good story. Hát mindegy, ő nem volt keresztény, szóval szépen kicizellálta magának a történetet. The rest of it's true, though. A hátralévő része viszont igaz. When I wanted to know the reason they accused him, I brought him before their council. I found out that he was accused concerning questions of their law, but nothing charged against him deserving of death or even chains. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. And when it was told me that the Jews lay in wait for the man, I sent him immediately to you and also commanded his accusers to state before you the charges against him. Farewell. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy nálad emeljenek szót ellene. And the soldiers, as they were commanded, took Paul, brought him by night to Antipatris, and the next day they left the horsemen to go on with him, and they returned to the barracks. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipatrisba. Másnap a lovasokat küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. And they came to Caesarea and delivered the letter to the governor, they presented Paul. Mikor megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált is. Now, let's just think about this. Most ebbe gondoljunk bele. Paul is an insignificant Jewish guy in the Roman Empire. Pál egy jelentéktelen zsidó figura a római birodalomban. Now he's not even liked in Judaism. Most már a sajátja is sem igazán szeretik. He's popular among a few thousand people. That's it. A zsidók körében egyáltalán nem népszerű, mondjuk csak néhány ezer ember körében, és ennyi. In an empire of tens of millions. Miközben több tíz milliónyi lelket számlált a nagy római birodalom.
And he's standing before the governor. És most ott áll a helytartó előtt. How does that happen? Ez erre hogy kerül sor? If Paul had set out saying, "I'm going to go meet the governor," he would never have gotten an audience. Ha Pál eleve elhatározta never. Volna magában, hogy akkor én most odaállok a helytartó elé, akkor ez sosem ment volna, sosem állhatott volna elé. They would have told him, you know, you're not important enough. Mert mondták volna neki, te nem vagy elég fontos ahhoz, hogy bebocsátást nyerj oda. Here he is before governor. És mégis ő most itt áll a helytartó előtt. Was he intimidated? Félelmetes lehet. Little scared. Oh my gosh, this guy is the governor. Valószínűleg egy kicsit azért félt Pál, hogy te jó élet, ez az ember a helytartó. He's powerful. Tehát azért neki nagy hatalma van. He's somebody important. Ő fontos ember. I wonder if we see certain people like that. Oh, I could never share with them. Valószínűleg mi is tekintünk így emberekre, hogy fú, hát én vele sosem tudnám megosztani az evangéliumot. They're too important. Mert ő túl fontos ember. They're, you know, or in your dreams you say, man, if I saw that guy, I'd just give it to him, you know. Hogy az álmaidban azon gondolkodsz, hogy fú, ha egyszer találkozhatnék azzal az emberrel, akkor elmondanám neki a dolgokat. You ever do see somebody important, you usually go, blah, blah. De amikor meg valóságá válik, és valami jelentőség teljesen emberbe botlasz, akkor hirtelen nincsenek szavaid, és csak tátoksz. I don't want to offend them. És arra gondolsz, nem tudok mit mondani, meg nem akarom megbántani. Paul, you know, Jesus said to his disciples that they would stand before kings and governors. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy ők is helytartók, királyok előtt fognak állni. Now you think, wow, that sounds so great. Yeah, God's going to use them. Good for them. Ez nagyszerű, Isten használni fogja őket. Az nagyon jó nekik. I don't think they felt that way at all. These are fishermen. Nem tudom, hogy ők ezt így élték-e meg, mert ők azért halászemberek voltak. They never left Israel. De sosem léptek ki Izraelen kívülre. They fished all day and hung out with each other. Not a lot of conversation going on. De egész nap haláztak, meg úgy egymás társaságában voltak, de valószínűleg ilyen rettenetesen sokat nem beszélgettek. They're going to stand before kings and governors. Neki kell odaállni a királyok meg helytartók elé. Jesus said, "Yeah, just go open your mouth." Jézus azt mondta, "I'll give you the words." Csak menj is ki a szád, én meg majd megadom a szavakat. And that's what he's going to do through Paul's life. És Pál életén keresztül is ezt fogja tenni. Paul's going to be—he's going to speak before a couple governors, and he will speak before Nero, Caesar. Pál több helytartó előtt is elmondhatja majd a bizonyságtételét, és még a császár elé, tehát Nero elé is kiállhat majd. And he'll share his testimony every time. És minden egyes alkalommal a bizonyságtételéről beszél. He'll get better at it every time. És látni fogjuk, ahogy egyre jobbá válik ebben. One of the governors will almost get saved. Sőt, az egyik helytartót már csak egy hajszál választja el attól, hogy üdvözüljön. You can't almost be a Christian though. Csak sajnos ez az eshetőség, ez azért nem annyira jó, tehát ilyen nincs, hogy majdnem keresztény vagyok. There's no majdnem keresztények in heaven. You're either a Christian or you're not. Igen, a mennyben nem lesz ilyen, hogy majdnem keresztény, meg keresztény. Az ember vagy keresztény, vagy nem. But so powerful was his testimony. This guy's like, I'm there. He's kind of like a weeble wobble. He's going back and forth. He's not sure. No, he doesn't turn to Christ. De olyan erőteljes volt Pál üzenete azon már bizonyos helytartó előtt, hogy nagyon nagy hatással volt a helytartól, hogy tényleg közel került ő az üdvösséghez, hogy már majdnem átadta az életét, de aztán mégis visszatáncolt. Powerful witness. Tehát egy erőteljes bizonyság ez. And we're going to get there. We're going to see Paul speaking to Felix. És aztán amikor odaérünk, akkor látni fogjuk, hogy Pál felszólal Félix előtt. Boldly. Bátran. How do you do that? De ez hogy megy valakinek? How do you stand before someone important? Ez hogy van, hogy odaállsz egy jelentőség teljes ember elé? And get the courage, you know, to open your mouth. És valahogy még marad bátorságod arra, hogy kinyisd a szád, és hogy konkrétan mondj is valamit. Share Christ. Sőt, Krisztust megoszd vele. A friend of mine, he's a Christian artist. Van egy barátom, egy keresztény művész, konkrétan egy énekes. He was performing in one city. Egy adott városban egyszer koncerteztek. And in the same city at another venue that well-known artist Prince was playing. És ugyanabban a városban or whatever his name is right now, I have no idea. Ugyanabban a városban egy másik helyen pedig egy jól ismert énekes Prince adott elő, most nem is tudom, hogy pont aktuálisan mi a művész neve, legalábbis annak idején Prince-nek hívták. Whatever his name is. Nem tudom, most hogy hívják. Herzeg, you know, and they were by coincidence. És hát egészen véletlenül. They ended up in the same elevator. Ugyanabban a liftben találták magukat. In the hotel. A hotelben. And the bodyguards tried to get this guy, the Christian dude, out. És only Prince will ride in the elevator. A testőrök valahogy próbálták kiszorítani a liftből a barátomat, ezt a keresztény énekest, mondták, hogy hát Prince egyedül fog felmenni az emeletre a liftben. And this guy
He's like, yeah, okay, I'll get out. And then he stopped. He's like, wait a minute, why should I get out? És akkor mondta ez a keresztény barátom, hogy na jó, akkor kisonfordálok a liftből. I'm not getting out. Aztán átgondolta, hogy most én miért is szálljak ki a liftből? Nem szállok ki a liftből. No, I'm staying in. I'm not. Nem szállok ki. Itt maradok. And Prince said, he can stay. És Prince is mondta, hogy maradhat. How nice of him. Milyen kedves tőle, nem? And they're in the elevator. És ott vannak a liftben. And he says, oh, in his heart, he says, dear God. És így mondja a barátom, hogy I don't know what the heck I'm doing in here, but if I could get a chance, it would be great. Így imádkozik a szívében, hogy Uram, halványilag őzöm sincs, hogy most itt mit keresek ebben a liftben, de esetleg lenne valami esélyem arra, hogy az evangélium üzenetét átadjam, akkor az jó lenne. And the elevator's going up, and he's like sweating, like, oh my gosh, I gotta say something. És akkor megy fölfelé a lift, telnek múlnak a másodpercek, meg egyre inkább kezd szorongani, hogy jaj, most akkor tényleg mondani kéne valamit, könyörgöm, mondjak már. And then ding his floor. És akkor egyszer csak megérkeznek az ő emeletére. And the doors open and kinyílik a lift ajtó. He's about to walk out. És már épp ott tart, hogy kilép a liftből. He turns and he says, Prince. És odafordul Princehez, és azt mondja, someday you're gonna meet the king. Prince, egy napon találkozni fogsz a királlyal. Are you ready? Készen állsz? And the door's starting to close. És erre elkezd becsukódni az ajtó. He said, Prince put his arm in the door and said, no. És azt mondta, hogy Prince pedig a kezével megakadályozta, hogy bezáruljon a két ajtó, kinyitotta újra, és azt mondta, hogy nem vagyok készen. He didn't get saved. I think you all know that. Szerintem ezt mindannyian tudjuk, obvious. Hogy végül nem tért meg, egyértelmű. But he had an opportunity to share with the guy. De a barátomnak lehetősége volt arra, hogy az evangéliumot megossza so ezzel az énekessel. People that the world esteems, can we be bold to share with them too? Ugye ilyen emberekkel is tudunk bátran beszélgetni az evangélium üzenetéről, akiket olyan nagyra tart a világ. Here's the reality. Mert a realitás a következő. If you and I can learn to stand in the presence of God, then we ought fear no man. Ha meg tudunk tanulni ott állni Isten jelenlétében, akkor már nem kell egy embertől sem félnünk. We should fear no man. Akkor nem kell az emberektől tartanunk. We stand before God Almighty. Hiszen a mindenható Isten előtt állunk. If we are before the glory of God, what is the glory of man to us? Tehát amikor ott állunk Isten dicsőségével szemtől szembe, akkor az emberek dicsősége az ennek fényében mi? And that's what happens to Paul. És ez történik Pállal is. Paul will stand before kings and governors. Pál is ott fog állni helytartó királyok előtt. Same message though. De ugyanaz az üzenet, amit elmond. Nothing changed. Semmi nem változott az üzenetében. They needed Jesus just like everybody else. Mert nekik ugyanúgy szükségük volt Jézusra, mint bárki másnak. How true that is. És ez annyira igaz. And so I finish with this. Úgyhogy lezárásképpen. Paul's life from this moment forward is out of his control. Ettől a pillanattól kezdve Pál már nem ura a saját életének. Where he goes? Nem befolyásolhatja, hogy hová tart. Who he goes with? Az sem, hogy kik lesznek a társai az úton. Never would Paul have, you know, picked 470 Roman soldiers to be his traveling buddies. Pál magától sosem választott volna 470 római katonát, hogy majd velük menjen végig az úton. His life is out of his control. Tehát ő most már nem tudja irányítani az életét. But Paul never loses heart. De Pál mégsem csügged el. Because he knows that God is in control of all things. Mert tudta, hogy Isten irányít mindent és kezében tart. How important that is. És ez olyan fontos. Paul never one moment do we see Paul complaining against the Lord. Lord, why did you? He recognized God was doing something. Egyetlen perce sem látjuk azt, hogy Pál elkezd panaszkodni és az öklét rázza Istenre, hogy ez most miért és hogy van, hanem Pál megnyugodott abban, hogy Isten valamit itt is végez. How great it would be for you and I to recognize that. Milyen jó lenne, hogyha ezt mi is felismernénk. Whatever God's doing it. Hogy bármit tesz is Isten, de ő csinálja. He's in control. És hogy ő a kezében tartja Don't a dolgokat. Forget that. És erről ne feledkezzünk meg. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, thank you so much that as we do see in Paul's life, we can know it's true in ours that you never let go of us. Uram, annyira köszönöm, hogy ugyanazt, amit Pál életében látunk megvalósulni, tudhatjuk, hogy a mi életünkre is igaz. Lord, mégpedig az, hogy sosem engedsz el bennünket. We're in your hands. A te kezedben vagyunk. Help us to stay there. És segíts nekünk ott is maradni. And to not fight against what you're doing. És hogy ne harcoljunk az ellen, amit az életünkben végzel. Sometimes that's hard. Ez néha nehéz. Help us to recognize that you love us and that you're working things for our good. Segíts nekünk felismerni, hogy szeretsz bennünket, hogy a javunkra dolgozol munkákat az életünkben. Give us submissive hearts like Paul's. És adj nekünk olyan szívet, amely alárendeli magát neked, ahogy Pálnak is. We can just recognize, okay, what God does is good.
Amikor tényleg csak azt tudom mondani, hogy rendben, amit Isten tesz, az jó. Lord, we thank you for the resurrection. Uram, köszönjük a feltámadást. We're forgiven. Hogy megbocsátottad a bűneinket. And we're being made into your image. És hogy a te képmásodra formálsz. All because of what you've done for us. Pusztán azért, amit tettél értünk. We thank you so much. Nagyon köszönjük. Be glorified, Lord, in our lives. És kérünk, hogy dicsőj meg az életünkben. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you all. Isten áldjon benneteket. Have a great rainy day. Legyen nagyszerű esős napotok. This is the blessing from God. Let all of our flats cool down. Ez az áldás Istentől, hogy mindannyiunk lakása pár fokkal legyen most már hidegebb. Oh, amen. Have a great week. Sziasztok. Legyen szép hetetek. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. I'll be back on the 7th.